Sziasztok! A mai videóban szeretném nektek egy kicsit bemutatni Galakizát. Ez az a város, ahová megérkeztünk Quitóból, a fővárosból. Galakizától kb. 45 perc kocsi útra van az Evolution, ennek az ára 12 dollár. Ez főleg akkor éri meg, ha többen utaztok, vagy sok cuccot kell cipelni. Persze lehet közlekedni busszal is, de ez csak naponta két alkalommal jár, és jóval olcsóbb, 2 dollárba kerül. Itt a városban egy taxisofőr van, aki tud angolul, és tudja azt is, hogy hol van az Evolution meg a többi közösség. Szóval mindig őt szoktuk hívni WhatsAppon keresztül, mivel itt térerő nincs, de internet van. És itt, Ecuadorban a WhatsApp alkalmazás az, amit leginkább használnak az emberek a kapcsolattartásra. Galakiza népessége kb. 15 ezer fő. Mivel ez egy kis város, ami az Amazon régióban található, nagyon sokféle különleges növény és állatfaj él a környéken. Azt mondják, hogy Galakiza folyóiban és hegyeiben több száz történetet őriz azokról az emberekről, akik úgy döntöttek, hogy új életutat keresnek. Valószínűleg azért mondják ezt, mert még a mai napig is rengeteg itt az arany és az állattartásra alkalmas területek. Habár azt érdemes hozzátenni, hogy az aranyat nem a helyiek bányásszák ki, hanem a kínaiak. Akik sajnos már most felvásárolták az országban a vízkészletek jelentős részét és a bányászati jogokat, aranyra, ezüstre, részre és egyéb értékes anyagokra. Kínai idénymunkásokat hoznak ide, akik a környezetet nem kímélve keményen dolgoznak, és néhány hónap munka után hazamehetnek, és jönnek helyettük újak. Itt ez egy nyílt titok. Mindenki tud róla, senkinek nem tetszik, de nem nagyon tesznek vagy tehetnek semmit ellene. Galakiza története sok évszázadra nyúlik vissza, amikor is ennek a földnek a lakói a Shuar őslakos indiánok voltak, akik egyébként még most is itt élnek az erdőben. És Dél-Amerika más részein is. Néha bizony olyan hangos bulikat csapnak éjszaka, hogy zeng az egész völgy. A település a 14. században kapta nevét, amikor a spanyol hódítók ide is elértek. Majd 1815-ben José Prieto atya megalapította Galakiza városát. A városka lakói, akikkel eddig kapcsolatba kerültem, mind nagyon-nagyon kedvesek, segítőkészek és jószándékúak voltak. Mindenféle megjegyzés nélkül őszintén jó emberek, és nagyon-nagyon tudnak örülni, amikor van rá okuk. A most látott felvételek egy részét még novemberben készítettem. Ecuadorban már jóval karácsony előtt minden ünnepi díszben pompázott, és hónapokkal karácsony után is. Ez a fényáradat Galakizában van, a buszpályaudvar mellett egy eldugott kis sarokban. A városban van egy kis park, amit szintén ilyen nagyvonalúan díszítettek fel. És a park mellett néhány lépcsőfokot megmászva betekinthetünk az egyik helyi templomba. Ez a templom bejárata előtti tér karácsonyfával és mindenféle egyéb díszítésekkel. Belépve ez a látvány tárul elénk. Szerintem olyan kis egyszerű, minimalista, de mégis takaros ez a kis templom. A templom mellett közvetlenül van egy kis kert, benne Mária szoborral és sok-sok virággal. Ez a korábban látott park és a város egy része felülnézetből. Van itt óvoda, általános és középiskola, valamint kórház. De most menjünk le és nézzük meg közelebbről is ezt a parkot. Vannak itt mindenféle világító halak, a fák körül tekerve világító kábelekkel, szarvasok, karácsonyi ruhába öltöztetett karton maci család, és persze Betlehem kis Jézussal. Ecuadorban nincsenek nagy külföldi multik, és minimális az import termékek mennyisége. Amiken hatalmas importvám van, ezért sokkal drágábbak ezek a termékek, mint máshol.
A boltokban gyenge minőségű, kínai gyártású ruhákat lehet venni, és nagyon drágák. Itt Galakizában így néz ki egy kis ruhabolt, ami egyébként egyben fodrászüzlet is. Van itt egy étterem, ahol kérésre készítenek vegán ételt, ami azt jelenti, hogy van benne rizs vagy krumpli, hozzá lencse és egy nagy adag saláta. Én teljesen elégedett voltam vele, maximálisan jól laktam, és ez a menü így $3.5 került. A piacon láttuk aludni ezt a nagyon aranyos kiskutyát, és amikor látták, hogy mennyire tetszik nekünk, akkor egyből el is akarták adni. A helyi piacot már láthattátok az egyik korábbi videómban. Minden nap nyitva van, és a hétvégén a mostani árusok mellé még több árus szokott kitelepülni, és nem csak ételt árulnak, hanem mindenféle mást is. Amit itt most éppen láttok, ez egy gyógynövényes stand. Az Evolutionben főleg banánterem, és közösen szoktunk még egyéb gyümölcsöket és zöldségeket rendelni, amiket aztán elosztunk. Amikor valakinek szüksége van valamire, amit nem lehetett megrendelni, akkor előfordul, hogy eljön erre a piacra. Általában is szoktunk venni magokat, mint lemmag, dió, mogyoró, mandula, hüvelyeseket, mint lencse vagy babfélék, gabonákat és bármilyen zöldséget vagy gyümölcsöt. Láthattátok, hogy itt ilyen nagy, teljes banánfürtöket is árulnak, iszonyatosan olcsón. Persze, ha valakin látják, hogy külföldi, akkor azt gondolják, hogy neki úgyis biztos sok pénze van, így minden egy kicsit drágább, de én nem bánom, mert még így is nagyon olcsó. A város széléről, egy magasabb pontról ez a csodás kilátás tárul elénk, és itt még különleges madarakat is láthatunk. Amíg csodáljátok őket, elmesélem, hogy mi történt az elmúlt napokban. A Fruit Heaven-os látogatás során olyan sok csípésem lett, hogy úgy éreztem, ezt már nagyon-nagyon nehezen tudom csak tolerálni. Abban biztos voltam, hogy valahogy jobban kell óvnom magam, mint eddig, legalábbis egy ideig, szóval bementem pár napra Galakizába, hogy szünetet tartsak a szúnyogoktól. Amikor visszatértem az Evolutionbe, az a hír fogadott, hogy egy olyan helyzet állt elő, ami miatt a többiek el szeretnék hagyni a közösséget. Jóval korábban, mint ahogy terveztük, konkrétan minél hamarabb. Szóval leültünk, és megbeszéltük, hogy most mi lenne a legpraktikusabb és legjobb az egyéneknek és mindannyiunknak. Végül arra jutottunk, hogy ha szeretnék utazni, akkor minden szempontból most ez a legmegfelelőbb pillanat rá. Így most külön válunk. Adri marad az Evolutionben, mivel ő már egy ideje ott él. Robi és Marci átköltöznek a Fruit Heavenbe, Robi telkére, hogy terepet tisztítsanak és felkészítsék a házépítésre. Laci és én pedig útra kelünk. Tudom, hogy nagyon fognak hiányozni a többiek, és kicsit fájó szívvel válok tőlük külön, de úgy látszik, hogy a körülmények most másfelé sodornak minket. És persze abban is biztos vagyok, hogy amikor eljön az ideje, akkor újra együtt lesz a csapat. A következő videóban elindulok Lohába, és meglátogatom a Podocarpus Nemzeti Parkot, majd tovább megyek a célom felé, ami Vilcabamba. Ha tetszett a videó, és szeretnél még többet látni, akkor iratkozz fel a csatornámra. És ti, kedves emberek, akik néztek és hallgattok, örömteli napot kívánok mindannyiótoknak!